Ferettiaknál soha nem jutottunk még el ilyen méretig, tehát ez a, ők ezresnek, millének nevezik ezt a modellt, de százlábról beszélünk valóban. Most van a világpremierje itt Cannes-ban, és ez egy ötkabinos hajó, amelynek a különlegessége, vagy a különleges kényelmét az adja, hogy az első számú kabin az a főfedélzeten van, a tulajdonosi kabin, tehát őnek nem kell lépcsőzni ahhoz, hogy ájbaguljon. Újdonság az, hogy a tulajdonosi kabin a hajó teljes szélességében van építve, ami azt jelenti, hogy az oldalsó járda az nem megkerüli, hanem fölé megy a tulajdonosi kabinnak, ami egyrészt jó pofa azért, mert a flybridge-ről közvetlen és járda van az első fedélzetre, ami egy klassz találmány, másrészt pedig jó egy méterrel szélesedett a kabin belül, a lakosztály belül maga. Eleve az, hogy a garázsba két játékot lehet betolni, tehát egy jetskit meg egy motorcsónakot, ez is sokat jelent, illetve ez a platform, ami a garázs kinyitásakor még megnövekszik, ez leengedhető a vízbe, és ez egy önálló élettéré nemesül. Ezzel az üldögélő résszel kiegészítve valóban a tulajdonosok itt szeretnek legjobban lenni, ha csak nem elviselhetetlenül nagy a hőség. Motorikusan egy új tendenciát kezdünk tapasztalni, mégpedig az, hogy nem az egyre nagyobb motor az egyértelmű nyerő, hanem talán a környezettudatossággal magyarázhatóan sokan választják a kis motorokat, és nem akarnak annyi üzemanyagot égetni, illetve rájöttek arra is, hogy kisebességgel cirkálva sokkal kellemesebb a fedélzeten. Ezeknek a hajóknak már 5-6 fő személyzetük van, és könnyen elképzelhető működési modell az, hogy éjszaka halad a hajó szépen lassan 15-20 csomóval, vagy akár még lassabban is, miközben a brigáda alszik a fedélzeten. Éppen ez a hajó, ami mögöttünk van, heti szinten bérelhető itt a Côte d'Azur-on, de mi is hoztunk már rá ügyfeleket, és gyakorlatilag az ötcsillagos szállodának a kiszolgálását biztosítja a személyzet egy nagyobb elkülönültséggel. Tehát akár egészségügyi, akár szociális szempontból akarunk elkülönülni a parton lévő tömegtől, csodálatos lehetőség.